2 200 000 forint azért az, az már egy jó kis summa. Az oktatási helyzet problémáira szerette volna felhívni a figyelmet a Momentum mozgalom az EGRI tankerületi központ bejáratánál. A bérek mellett az oktatási rendszer megreformálása is szükséges, a párt EGRI elnöke szerint. Jánosi Zoltán úgy fogalmazott, ez pusztán szakmai, nem pedig politikai kérdés. Kiművelt fővel lehet egy gazdagodó Magyarországot építeni. Ha a gyermekeinknél megvan a tudás, akkor tudnak letenni az asztalra olyan produktumot, hogy ne csak egy összeszerelő gyár legyen Magyarország, és ne legyünk kiszolgáltatva a multiknak, a tőkés vállalkozóknak. A Momentum EGRI elnöke hozzátette, jól működő iskolarendszert és versenyképes fizetést kérni támogatható kezdeményezés. A mai megmozdulással a járulékok igazságosabb elosztását is szorgalmazták a felszólalók. Több mint 2 millió forint jutalmat kapott az EGRI tankerületvezető, és természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt is, hogy 60-i tankerületi vezető is több millió forintos jutalmat kapott. Ez a tanárainknak több havi fizetése. Az eseményen elhangzott, hogy a fővárosban is szerveznek demonstrációt péntek este.